Ismét Magyarországról vitáznak az Európai Parlamentben. A jelenleg is tartó ülésen a magyar gyermekvédelmi törvény a téma. Az EP balliberális többsége határozatot is elfogadna az ügyben, amelyben hazánk megbüntetését szorgalmazzák. Az európai konzervatívok azonban egy ellenjavaslattal készültek, ebben védelmükbe veszik a magyar jogszabályt. 157. Június 15-én fogadta el a magyar parlament a gyermekvédelmi törvényt, ezután nemzetközi politikai és sajtótámadás indult Magyarország ellen. Hasonlóra legutóbb csak a 2015-ös migránsválság idején volt példa. A magyar kormánypártok már az elejétől kezdve hangsúlyozták, akik támadják ezt a törvényt, azok valószínűleg el sem olvasták annak szövegét. Erről beszélt akkor Orbán Viktor miniszterelnök is. Szerintem érdemes elolvasniuk. És ha elolvassák, akkor az első dolog, ami föltűnik majd nekik, hogy a 18 év fölöttiekre nem vonatkozik. Tehát ez a törvény, ez a gyermekeink védelméről szóló törvény. Aki 18 év fölötti, arra ez a törvény nem vonatkozik, és nem is akarunk olyan törvényt elfogadni, ami rájuk vonatkozik. Vannak hatályos jogszabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartani, de egyébként ez egy szabad ország. Úgy élnek, ahogy akarnak. A magyar gyermekvédelmi törvény ma napirenden van az Európai Parlament strasbourgi ülésén is. Dieses Gesetz ist schändlich. Ez a törvény szégyenteljes, mondta Ursula von der Leyen. A gyerekeket védő jogszabály támadásába az ülésen beszállt az Európai Bizottság elnöke is. Dieses Gesetz sagt unter anderem. Ez a törvény többek között arról szól, hogy filmeket, könyveket, publikációkat, amelyek leszbikusokat és melegeket mutatnak be, 18 év alatti fiataloknak Magyarországon ne lehessen bemutatni. És azt állítják, hogy ezek az információk negatív hatással vannak a kiskorúak testi és erkölcsi fejlődésére. Ez a törvény a homoszexualitást és a nemváltást a pornográfiával egy szintre helyezi, vélte Ursula von der Leyen. Az M1 helyszínen tartózkodó tudósítója több baloldali és liberális politikust is megkérdezett a gyermekvédelmi jogszabályról. Ezek a képviselők kivétel nélkül bírálták Magyarországot, köztük a szlovén Tanja Fajon is, aki megbüntetné Magyarországot a gyermekek jogait és érdekeit szem előtt tartó törvény miatt. Nemrégiben egy komoly vitát kavart törvényt fogadtak el a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogaival és az iskolarendszerrel kapcsolatosan. Mindezek nagyon aggasztó dolgok, amelyek ellentétes irányba mutatnak az európai alapjogoktól és alapértékektől. Ezért vagyunk kifejezetten kritikusak a jelenlegi magyar kormány tevékenységével kapcsolatban. Tehát a válaszom igen, úgy gondoljuk, hogy a támogatások folyósításának feltételéül kellene szabni az alapértékek tiszteletben tartását. Sajtóhírek szerint az EP balliberális többsége szeretne egy határozatot elfogadtatni. Eszerint, ha Magyarország által igényelt uniós helyreállítási forrásokat, az Európai Bizottság ne utalja addig, amíg nem bizonyosodik be, hogy a pénzeket nem használják Magyarországon diszkriminatív vagy emberi jogi sérelmeket tartalmazó döntésekhez. A javaslatot egyébként a Magyar Nemzet szerint az a máltai munkáspárti politikus Cyrus Engerer jegyzi, akit 2014-ben pornográf tartalmú anyagok terjesztéséért ítéltek 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre. A vád szerint a máltai politikus egykori, szintén férfi élettársáról terjesztett erotikus tartalmú felvételeket. Az európai konzervatívok és reformerek EP frakciója azonban egy ellenjavaslatot terjesztett be. Ez a nemzeti szuverenitás jegyében született és a nemzeti hatáskörök védelmét tartalmazza. A Mandiner Novák Katalint idézve azt írja, ehhez a nyilatkozathoz csatlakoznak majd a Fidesz EP képviselői is. Most pedig már is kapcsolunk Strasbourgba, ahol ott van az MTVA vezető külpolitikai szerkesztője Bende Balázs. Balázs, hogy áll most a vita, mik a legfontosabb hírek az ülésről? Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Itt vagyunk tehát Strasbourgban, az Európai Parlamentben, javában zajlik a vita. Ha monitorra nézek, ezekben a pillanatokban beszél éppen a jelentéstevő, a máltai Cyrus Engerer, aki egyébként a zakója alatt egy szivárványos pulóverben vagy pólóban jelent meg az EP üléstermében. Tulajdonképpen a motivációiról próbál beszélni, meg összekever különböző dolgokat, olyan dolgokról beszél, meleg barátainak, LMBTQ barátainak gyerekkori traumákat ért öngyilkosságáról és egyebekről, aminek semmi köze nincsen a magyar törvényhez. És ez a vita egyébként arról is szól, amiről tulajdonképpen a magyar törvény nem szól. Ez a vita az LMBTQ szabadságjogokról szól, és azzal vádolja a magyar törvényt és a magyar törvényalkotókat, hogy az LMBTQ emberek jogait csorbítják.
A magyar törvény pedig a gyermekek védelméről szól, arról itt egyetlen szó sem hangzik el érdemben, csak is kizárólag az LMBTQ közösségek jogtiprásáról. Néhány perccel ezelőtt Hídvégi Balázs európai parlamenti képviselő a kormánypárt részéről kiállt, és azt mondta, hogy különböző jogsértéseket nem Magyarország követel, hanem épp az Európai Parlament, amely egyébként egy olyan dologba próbál beleszólni a gyermek nevelésébe, ami a szülőhatásköre, az oktatás és nevelésről kapcsolatos döntésekbe, amely egyébként nemzeti hatáskör, és soha nem adta át Magyarország ezt Brüsszelnek. Tehát olyan dolgokba próbál az Európai Parlament beleszólni, amelyhez egyébként az Európai Uniós alapszerződések szerint semmi köze, tehát az Európai Parlament jelenleg ezzel, amit tesz, sérti az Európai Unió alapvető szerződéseit, tehát a jogsértés az EP oldalán van. A vita nagy részében az Európai Parlament balliberális képviselői azt próbálják elérni és azt próbálják keresztülvinni, hogy az Európai Unió úgy büntesse meg Magyarországot a gyermekvédelmi törvényért, a gyermekek védelméért, hogy Európai Uniós forrásokat vonjon meg az országtól. Erről a határozattervezetről, ha minden igaz, holnapi nap folyamán szavaznak az Európai Parlament képviselői itt Strasbourgban. Bende Balázsnak köszönjük szépen!